A karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum óvoda dolgozói nagy hangsúlyt fektetnek a népi jellegű élményszerző programok megszervezésére. Ennek ékes bizonyítéka az intézményben évek óta megrendezett szüreti sokadalom. Az eseményhez kötődő népi hagyományok felelevenítésével a gyermekek is megismerkedhetnek a szőlőpréseléssel, és vidám szürethez kapcsolódó dalokat is megtanulhatnak. A Refi Általános Alsós Munkaközössége szervezte ezt a ma délutáni programot, amely programnak a szüreti sokadalom a neve. Minden évben megtartjuk ezt a néphagyományon alapuló, nagyon tartalmas programot. A pedagógiai programunknak is ugye része a néphagyománynak a felelevenítése, annak az őrzése, illetve az átadása. Tehát egy szüreti kavalkádon fognak részt venni a gyerekek. Kezdünk egy kis műsorral. Itt a hátam mögött állnak a táncosok, illetve a kikiáltó is készülődik. És ugye tudjuk a szüretről, hogy az régen is egy nehéz munka volt, de tulajdonképpen egy ünnep is egyben. A szőlőt egész évben folyamatosan kellett megművelni, és ilyenkor ősszel, október elejétől egészen november közepéig szüreteltek az elejénk, illetve most is szüretelnek az emberek. És mi erre a szüretre készülünk játékos formában. Természetesen itt is lesz szőlőnek a préselése, tehát must készítése, illetve annak a fogyasztása. A gyerekek külön műsorral is készültek, tehát a szüreti sokadalomra. A kisbíró pedig kihirdette a szüreti mulatság kezdetét. Adatik tudtára országnak, világnak, különösen pedig az ifjúságnak, hogy már az idén szirokférő bogár nem ötte meg a szőlőt, nem maradhat a kopár. Mögmaradt a gyümölcse, mögmaradt a fája, bár sose veszni ki, hanem a sindája. Ezen esztendőt megmagemlegessük, búunkat, gondjainkat egy napra elvetjük. Ezen az egy napon eldobjuk a végjút, csináljunk egy olyan nagy szüreti cícút, amilyet még nem látott a világ néptája. Nyitva marad rája, hét vármegye szája. Gyűjjék hát mindenki, apja, anyja, jánya, aki otthon marad, csípje meg a kánya. A pedagógusok különböző pályákat állítottak össze a gyerekeknek, melyek kapcsolódnak a szürethez. A diákoknak lehetősége volt csuhébaba készítésre, kosárfonásra, hímzésre, diótörésre, kukoricamorzsolásra, must készítésre, gólyalábazásra és lekváros kenyérevű versenyen is részt vehettek. A gyerekek a képeket elnézve igencsak aktívak voltak a délután során. Is tetszik, mert így összekovácsolja ezt az egész alsó tagozatot is. Egy szüreti dalokkal készültünk, meg műsorral is. És... Egy másik tanuló is népviseletbe öltözött. Megkérdeztük tőle, honnan sikerült beszerezni a ruhát és az eszközöket. A papáról sokat tanított nekem a népviseletről, meg minden, és akkor most mondta a tanárom, aki szeretne, és kiöltözhet, és én most kiöltöztem. Hát ezt a nagymamámtól kaptam, ezt vettünk egy ruhát, és ehhez vettem fel, ez a gyűjtben csak fehér is boldogattuk el. Ez a kalap meg a dédnök kapálom. A szüreti sokadalmon minden diák jól érezte magát, mindenki tevékenyen kivette a részét a szőlőpréselésből, és a mustot is jó ízűen fogyasztották. A kötélhúzás, mustivás, kukoricamorzsolást is lehet csinálni, mert meg lehet tanulni gólyalábazni. A pedagógusok és a szülők is részesei lehettek annak, ahogyan megelevenednek a szüreti hagyományok az iskola udvarán.
Elmondták, jó körbe tekinteni most, és látni azt, hogy a gyerekek mennyire élvezik a programukat. Én nekem már nagy fiam van, mindkét gyermekem ebbe az iskolába járt. A nagyobb fiam, aki még ide jár a refibe, a nagylányom már elballagott, de rendkívül jó szívvel emlékszik vissza erre a rendezvényre. Jellemző szokott az lenni, hogy még a felső tagozatos gyermekek is visszajárnak a szüreti játszóházra, mert rendkívül jó emlékeket őriznek magukban. Felelevenedtek a szüreti hagyományok ebben az évben is az intézményben. Feledhetetlen élményekkel gazdagodtak a gyermekek az idei szüreti sokadalmon is. A képeket elnézve a must is szépen fogyott, és a gyerekek is élvezték minden egyes percét a rendezvénynek.